Nagy a munkaerőhiány a szociális ágazatban. Ennek számos oka van. Az egyik az, hogy magas a fluktuáció a szociális szférában, többen otthagyják a pályát, hiába űzték hivatásukat szívből. Mások külföldön próbálnak szerencsét, a szakembereket azonban nem könnyű pótolni. A szociális gondozók és ápolók hiányát igyekeznek enyhíteni az újonnan induló gyakorlatorientált képzésekkel, a szakmát pedig igazán a gyakorlaton keresztül lehet elsajátítani. Többek között a Bonyhádi Idősek Otthonában. Ez az intézmény több oktatási intézményből fogadott már diákokat az elmúlt évek során. Az intézmény vezetése jól tudja, bármikor szükségük lehet új munkaerőre. Bonyhádi Gondozási Központ 2016 óta foglalkozik tanulóképzés keretében szociális ápoló-gondozó képzéssel. Tulajdonképpen több képzőintézménnyel is kapcsolatban állunk. Ez azt jelenti, hogy több tíz tanuló került ki az intézményünk köréből. Az intézményvezető hozzátette, a szociális gondozó és ápoló elsősorban személyiségével dolgozik, ezért vannak alapvető jellemvonások, amikkel egy gondozónak alapvetően rendelkeznie kell, így például a segítőkészség, empátia, türelem, de sok egyéb ismeretet a képzés során sajátít el a diák. A gyakorlat lényege tulajdonképpen arról szól, hogy a képzőhelyen megszerzett elméleti tudást ötvözzük és adaptáljuk a mindennapi gyakorlatba, hiszen azt gondolom, hogy egy jó és stabil elméleti alapot kapnak, azonban meg kell tudni ezt tanulni, ezt alkalmazni a mindennapi gyakorlatban. Ehhez idő kell, erre szolgál a gyakorlati idő. Az első időszak gyakorlatilag egy ilyen csendes megfigyelői szerep a részükről, hiszen nyilván nem azzal kezdenek, hogy önállóan végzik a munkát. Fokozatosan vállalnak és vállalhatnak feladatokat, míg tulajdonképpen azt gondolom, hogy a második év végére azt is szoktuk mondani, hogy egyszer csak úgy megérkeznek a tanulók, tehát gyakorlatilag jól elsajátítják a munkafolyamatokat. A Bonyhádi Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor Technikum és kollégiumban nevelik ki a szociális gondozó és ápolók következő generációját. Az igazgató elárulta az újonnan induló képzés ismérveit. Régebben volt már szociális gondozó és ápoló, ugye ez most átalakult, és az igényeket figyelembe véve itt a környező ellátóhelyek, amik az idősek ellátásával foglalkoztak, jelezték, hogy egyre jobban elfogy a kiszolgáló személyzet, szükség lenne az utánpótlásra. A célunk az, hogy a környező nyugdíjas otthonok, bentlakásos intézmények számára is kitermeljünk egy olyan megbízható munkaerőállományt, aki segíti az időskorúakat a mindennapjaik kivitelezésében, és akár a bentlakásos formában az ellátásukról is el tudják végezni. Egy másik új, izgalmas szakmát is kitanulhatnak az érdeklődő diákok a Bonyhádi Oktatási Intézményben. A kereskedelmi értékesítő képzés indításával az iskola az online kereskedelem előretörésére reagál. Az eladónak egy átalakított formája, hiszen ez is egyre inkább átalakul, új formában jelennek meg, hiszen megjelenik a digitális online vásárlási felületek is, tehát azért sokkal komolyabb feladatokat kell ellátni, mint egy normál eladónak. Itt maga az áruknak a beszerzésétől a terjesztéséig, maga az értékesítéséig, és azt gondolom, számos új kihívást tartalmaz ez a terület, és ezeket mind tanítani fogjuk a gyerekeknek. Nagyon sok kis és középvállalkozás van, de vannak nagyobb cégek is itt a Bonyhádon is több megtalálható, akiknek szintén az volt az igényük, hogy szaktudással rendelkező szakembereket neveljünk ki és biztosítsunk nekik, hiszen őnek is akkor könnyebb a mindennapi feladat, hogyha a szakképzett munkaerővel tudják ezeket a feladatokat ellátni. A Bonyhádi Percelmor Technikum és Szakképzőiskola azért is szélesítette ki a képzési palettáját, hogy a Dél-Dunántúli régióban található munkáltatók igényeit kielégítsék. Mind a fiús, mind a lányos szakmák területén jelentős bővítést hajtottunk végre. Kiemelten itt a környező kis- és középvállalkozások, de az állami szférában megjelenő állásokra is koncentrálunk. Így bejön a képzési kínálatunkba a kereskedelmi értékesítő, a szociális ápoló és gondozóképzés. Ugye ezek az úgynevezett elsősorban 3 éves szakképzőiskolai képzéseink, de a technikumban is bővítjük a kínálatunkat a lányoknak. Vállalkozási
Városi Ügyviteli Ügyintézőt, Pénzügyi Számviteli Ügyintézőt tudunk kínálni, de aki esetleg sportos, annak fitness-wellness instruktorképzést is tudunk felkínálni. A fiúkat megcélzó képzések kínálatát is kibővítették, és színvonalát is megemelték. Továbbra is lehet olyan kétkezi szakmát elsajátítani, mint a központi fűtésszerelő, vagy asztalos, ám egyéb új képzésekkel is várják a szakmát szívesen tanuló diákokat. De most megjelennek a faipari technikus, az épületgépész technikus, tehát a magasabb orientáltságú képzések formájában ezek a képzések is. Az iskolában több mint 400 tanuló jár. Igyekszünk mindenkinek egy versenyképes szakmát a kezébe adni, hiszen azt gondoljuk, hogy attól, hogy valaki mondjuk általános iskolában gyengébb volt, attól jó szakemberre még válhat. Az általános iskolásoknak február 15-éig van módjuk pályát választani és felvételizni az oktatási intézmények új szakjaira.